Ismét Szerbia az ellenfél, de ezúttal itthon, a Puskás Arénában, ahol teltház lesz ma este. A két csapat 3 éven belül 5-5-ször találkozik egymással, a legutóbbi siker több szempontból is fontos volt. És ezek az egyszerű eszközök egyelőre hatásosak, pedig egy Kerkez a labdával. Kerkez teszik ki oldalra, Szalai be középre! Sallai adja be középre, Milinkovic Savic üti ki, meg volt az első kaput eltaláló lövés Gudej jó voltából. Terzic. Új indítás Gacimovicsnak, Gacimovics a 16-oson belül, be középre, még Szalai hozzáér, de nincs kinn a labda, nem tudja megtartani a labdát, de igen, Varga, jaj de finom csel volt, Szoboszlai, na indulhat a kontra, Szoboszlai ott kéri Négo, lőhet Négo, szöglet lesz. Pedig egy nagyon jó labda, és Zsivkovics ezzel mehet, bent középütt Mitrovics kéri, Zsivkovics át tudja tenni, Dibusz. Fiola, jó labda kihozatal. Sallai, elindítja Négót, és nem volt les, beragadt középütt egy ember. Négo szágult a kapu felé, Négo helyzetbe visszagurít, gól! Gól! Varga Barlamás! Na, hol kell megfújni? Ott! Zsivkovics nyesi középre, ott a fejes Dibusz. Nagyon jó ütemben Négo, Pavlovics mögötte, Négo be középre! Szalai, inkább haza, ez eléggé kockázatos, vagy Ádám! Dibusz szerel, Mitrovicsé még a labda. Mitrovics visszagurít, Szalai Attila visszaér. Csak a 16-oson, a szűkebb terület, az 5-ösön belül egy óriási tömörülés. Jön a labda, gól! Pavlovics kiegyenlített. Fiola. Négo. Négo egyből be. Sallai. Jól vette át. Sallai lő. Mi a lövés? Úristen! Mekkora gól! Rúzsa Sándor úgy mondta, hogy lönni köl, hanem lőni köl. Matra Zsivkovics be tudja adni Fiola. Jó, a lefejelt labda, Varga próbálja elérni, és oda is csúszik. Nekünk kéne dobni most. Még mindig náluk van. Most már náluk, Dibusz. Zsivkovics már emeli is vissza. Ez les gyanús volt. Les, így van. Értékét tekintve is ők vannak előnyben. Lövő helyzet, 2-2, Mitrovics. És ez is les. Szoboszlai meglódul. Egy Szalai Attila a bal oldalon. Meg is kapja a labdát, és Sallai a másik oldalon. Jó a beadás. Egy fejes. Kapufa. Varga. Úgyhogy most ember hátrányban kell ezt a szögletet kivédekeznünk. Tadic lőhet. Kapufa. Pavlovics kapufa. Szoboszlai. Sallai. Ott a jobb oldal, és ott a gól a helyzet. Palla! Speciál éppen be lehetett volna rugni. Most egy beadás. Varga repült. Hol a beadása? Fejes! Varga fejesét fogta Milinkovic-Savic. Radonjic, 3-4 ember között hozna el. Katáé a labda. Kata lő! Lövő helyzet ez is. De nem Sallai lőtt most. Tadic emel középre. Szergej Milinkovic-Savic és Mitrovics. Tadic emel át a másik oldalra. Dibusz! Milenkovics. Újabb beadás középre. Megnyerte a mérkőzést a magyar válogatott. Gyere ide, mondja, nem megyek oda. Föl kell nézni a táblára. 2-1-re nyert a magyar válogatott. Ma este nyerni kell Litvánia ellen, és akkor a magyar labdarúgó válogatott 2 fordulóval a selejtező sorozat vége előtt kijut története 5. Európa-bajnokságára. Így akkor végleg értelmet nyer a szombati szerbek elleni siker. Nézzük, hogy mit tud ezzel csinálni. Betközép, Csalai gazdag veszi át, de középre. Majd most már egy gyors bedobást követően Nagy Ádámnak kell odaérnie. Átjutnak azonban rajta a litvánok, itt az első litván helyzet. És köszönjük meg szépen Gineitisnek, Csernich. Csernich tör befelé. Csernich lő. Hagytuk, hogy befelé jöjjön, és a jelenlegi litván válogatott legeredményesebb játékosa egyelnöveli góljainak számát. Megint jöhetnek. Ezúttal a jobb oldalon egy nagy lövés. Dibusz. Szoboszlai, de át.
Ellövi! Zubas ütötte ki, jó lövés volt, be is ment volna, ha nincs ott a kapus. Kis szöglet. Szoboszlai. Jól jön be? Sallai bombázott. 36. perc már. Kapu felé kanyarodik a labda, és ott a második gól. 2-0 Litvánia javára. Service Sallai felé a labda. Sallai középre. És mekkorát védett a kapus. Zubas nagy zsoltot próbálja meg kicselezni ott Vlaciszkasz. Emeli át a túloldal labdát, Négo egy picit elbambul, így aztán Dibusznak kell nagyot védeni, és Paulauskas belövi a harmadikat, de les, ez a nagy szerencsénk. Sallai, ott a fejes, Varga, és kivédi ezt is a kapus. Nagy, megigazítja most a beadás, Négo a vonal előtt még el tudja csípni a kapus. Hát Zubas most ilyen Dibuszi magaslatokban, Sallai, nagy. Jó labda Sallainak, gólhelyzet. Sallai viszi el a kapus mellett, 11-es. Szoboszlai tehát. Gól, 2-1. Szoboszlai nem adja oda a labdát a litvánoknak, inkább hozza a középkezdéshez. Paulauskas lő. Slivka visszakapja. Kapás lövés mellé. Csobot átemeli a túloldalra, Szoboszlai, befelé a csel, lövőhelyzet Nagy Zsolt előtt, belelépnek, Varga lő, ezt meg kézzel védték érzésem szerint, Varga esik el. Spice lő, mellé, ezt azért meg kéne nézni, Szoboszlai szöglete 82. perc. Varga fejel, gol, 2-2. Fiola hozza a labdát, mert a 2-2 még kevés nekünk. A bíró is akadályozta egy picit Szoboszlait. Ez pedig nem lesz. Csobot mehet. Bent középütt Nagy Zsolt. Csobot rávezeti. És Nagy Zsolt nem tudja berúgni, mert pontatlan a passz. És most van vége. 2-2 a végeredmény. Így a magyar válogatott változatlanul veretlen Litvánia ellen. De ezzel a döntetlennel a kijutást ma még nem sikerült elérnie. Ne felejts el a feliratkozás gombra kattintani, így nem maradsz le legfrissebb videóinkról.